Sziasztok! Ma szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok egy használt előtöltős mosógépnek a gumiját megtisztítani. Most ez a gumi, ez végig is tulajdonképpen nem olyan durva, de van rajta penész, és ha itt elhúzom, akkor itt látszik, hogy lerakódott régi mosópor, ami ilyen, már ilyen taknyos formát öltött, plusz itt is belül penész. Megpróbálom megmutatni. Talán most így jobban látni, hogy ilyen régi taknyos mosópor plusz a penész lerakódás meg vízkő. Látjátok, ott is penész. Ezt megmutatom, hogy hogyan szoktam ezt kitakarítani, úgyhogy elviselhető állapotba kerüljön. Talán ez már tökéletes nem is lesz, de sokkal jobb lesz. Na most ehhez először én azt szoktam, hogy ilyen keféket használok, sima vízzel, meg kefével megpróbálok benyúlni. Vannak különböző keféim. Ide benyúlok, és akkor addig fölle kefélem, közben vizet adok hozzá. Megpróbálom ezzel a kefével a lehető legtöbb koszt eltávolítani. És akkor ezek után ezt szoktam használni. Én ezt Aldiba veszem. Ez tulajdonképpen penész gomba ölő spray. Azt hiszem, hogy nem írja, hogy ki mondottam mosógépre, de gombaölő, penész gombaölő spray. Na azt miután mindjárt most kikefélem, és akkor utána visszajövök, megmondom, hogy mit szoktam csinálni. Miután kefével eltávolítottam a lehető legtöbb koszt a gumiról, ezután ilyen száraz rongyal, vagy hát igen, száraz rongyal szárazra törölöm mindenhol, kívül belül. Nyugodtan bánhatunk vele, kicsit durvában, mert olyan anyagból van ez a gumi, hogy kézzel nem tudunk kárt okozni benne. Na, tehát kitöröltem szárazra, most tehát a régi lerakódott mosószer az már el van távolítva a gumiról, most már csak a penész van benne, ami ilyen keféléssel meg törlögetéssel soha nem jön ki. Ezért kell használni a penész gomba ölő sprayt. Ezzel fogom befújni. Na, tehát be kell fújni. Úgy szoktam, hogy félrehúzom a gumit, és elkezdem föntről,
először ide befújom. Ja, persze mondanom se kell, hogy kesztyűt használjatok, mert eléggé maró hatású. Utána így felületét fújom be jó vastagon. Okay. És a lényege az egésznek az, itt írja is különben, hogy 10 percet hagyjuk rajta állni. Tehát jó vastagon be kell fújni, és 10 percet állni hagyjuk, és utána még egyszer befújjuk. Még egyszer 10 percet állni hagyjuk, és tulajdonképpen annyiszor kell megismételni ezt a procedúrát, ameddig eltűnik a penisz. Ide a külsejére is szoktam fújni, mert ide is lerakódik. Penész, ott van. Közben innen le kell törölni, ami kimegy a házra, mert ez meg tudja marni a festéket, hogyha nem töröljük le. Nem közvetlen, csak hogyha rajta felejtjük. Sőt, a dobra is, miután ezt megcsináltuk, utána feltétlenül csinálni kell egy üres mosást vele, mert megmarja a saváló dobunkat. Ami tulajdonképpen nem saváló, csak úgy néz ki, de megmarja. Akkor 10 perc múlva visszajövök és megnézzük, hogy milyen. Körülbelül 10 perc telt el, de ez a 10 perc alatt egy jó párszor azért befújtam, körülbelül 3-4-szer, mert ahogy fölül elkezdett lefolyni, itt már nem volt semmi penészírtó, úgyhogy csak fújkáltam 10 perc alatt, többször 3-4-szer legalább befújtam. És most így néz ki 10 perc után, de hát még kell, úgyhogy de már azért sokkal jobb, nem tudom onnan mennyire látszik. Megnézzük, sokkal jobban néz ki, de hát még azért kell fújni. Csak mondom, ez azt írja a flakon, hogy 10 percet hagyjuk állni, de igaz, hogy állni kell hagyni, nem leszedni az anyagot róla, de többször kell fújni. Úgyhogy csak fújjuk egyfolytába, amíg el nem tűnik. Most én is még egyszer befújom. Jó vastagon. Közben én kívülről is takarítom ezt a gépet. Úgyhogy azért lehet, hogy látszik, hogy változik ez is. Meg ha már így vagyok, akkor kiszedtem mosószer fiokot, és ugyanúgy ezt is ki szoktam kefélni. Ezt is ki szoktam kefélni, és ide is befújok, mert itt is penészes szokott lenni. Ugyanúgy befújok, 2-3 szó, és itt nagyon frankon ki szokta takarítani. Le szokta szedni a peniszt. Úgyhogy ez ilyen türelemjáték. Csak fújogassátok. Most befújtam, és akkor kicsit később visszajövök megint. Jó, körülbelül fél óra telt el az első fújástól, és akkor van egy olyan pont, amikor már úgy néz ki, hogy a penész nem akar jobban eltűnni, akkor szoktam egy olyat csinálni, hogy kitörlöm szárazra megint, kívül belül. És CIF vagy GIF, attól függ ki a gyártó, ezzel áttörlöm egy száraz rongyal, jó, átsikálom tulajdonképpen.
mert ez nem tudom, valahogy még, én nem is tudom, olyan, mint a valami kémiai reakcióba lépne. Én nem tudom, de ez még szokott segíteni. Ezzel így jó átsikálom mindenhol, főleg ahol még penész van. Jó vastagon ezzel is. Különben már most, mint hogyha jobb lenne, mióta a cifrel sikálom. Jó, így. És akkor még egyszer rá a penészt ölő. Különben már kevés van. Nyomjuk egy másikat. Jó, ugyanúgy befújni, jó vastagon. Körülbelül most fújom ezt rá, talán hetedszer. Oké. Ja, én Aldiba veszem, de hát biztos lehet máshol is kapni. Ezt találtam a legjobbnak, és talán a legolcsóbbnak is. Na most befújtam, megint rajta hagyjuk, és kicsit később jelentkezek. Na tehát körülbelül egy óra sikálás, kefélés, cifffel való átsikálás, meg a penész ölővel fújás után így néz ki, és még mindig van rajta egy-két helyen gomba, de most már tisztának mondható, sokkal jobban néz ki, és így most már szinte elfogadható állapotban van. Na most még annyit szoktam ilyenkor csinálni, amúgy is ki kell mosni az egészet, mert ha nem, akkor a dobunkat meg fogja marni ez a penészölő, és amúgy amit ide befújtunk penészölőt, az ide befolyt a mosógépbe, és az ott is tisztítja belül a mosógépet. És akkor ilyenkor még azt szoktam csinálni, hogy egy... Nem muszáj belerakni ruhát, én most rakok be, amúgy is ezt mosni kell, ezek ilyen tisztító ruhák, hogy ilyenkor egy 90 fokos, vagy hát amilyen mosógépetek van nektek, a legmagasabb fokú mosást, leghosszabbat is talán, és és akkor az még itt tisztítani fogja, meg belül a mosógépet is, tehát ezzel a mosógépet is tudjuk tisztítani. Egy ilyen hosszú, magas hőmérsékletű mosást csinálunk, közben én meg is pucoltam kívülről a gépet, egész jól néz ki már, meg ezt is. Ezek után még majd megmutatom, hogy lesz-e változás. Ez a mosás után, hogy milyen lett. Na tehát lejárt a mosás, és ilyen lett a gumi. Teljesen nem tűnt el, de sokkal jobb lett. Ez most már szinte megfelelően tiszta. A penész, hát van még, de gondoltam is különben, hogy teljesen nem lehet eltávolítani, annyira régóta nem foglalkoztak ezzel a mosógépe. És hát tulajdonképpen így lett, ilyen lett.
annyi, hogy ha ezt a gombaölő, penész gombaölőszert használjátok, akkor utána mindenképp vagy üresen mossatok mosógéppel, vagy valamilyen rongyokat mossatok, mert ez a cucc, ez kiszedi a ruhának a színét. Tehát mindenképp. Még ha nem is csináltok egy ilyen forró mosást, ami nagyon jó a mosógépnek, mert tisztítja belülről a mosógépet, hanem csak simán mossátok hidegvizessel, akkor is vagy üresen, vagy rongyokkal, mert kiszedi a ruha színét. Oké, ennyi. Remélem hasznos volt, majd még jelentkezek. Sziasztok!